Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, nézőinket a Tankapuja hétfő esték előadás beszélgetés sorozatának mai alkalmából. Ma a néző Steiner Dénes kollégámmal, barátommal, Tankapuja buddhista főiskola iskolai tanárával fogok beszélgetni, Karsai Gábor vagyok a főiskola rektora. Ma esti alkalomnak egy különös címet adtunk, az a címe, hogy Tragikus voyeur filozófiai kísérletek. Ez a cím megegyezik Dénes legújabb könyvének a címével, amely tavalyi év végén, 2020 év végén jelent meg a Lármattán kiadónál. Ez nem az első könyve Dénesnek, az elmúlt 4 évben, most már mondjuk így 5. évben, tehát 2016-tól kezdve folyamatosan ez a 4. könyv, ami megjelenik tőled, Dénes. Elég termékeny periódust élsz most az életedben, hogy évről évre, szinte minden évben jössz egy újabb művel. Először is azt kérdezném tőled, hogy született ez a mű, ez a munka, mit jelentett ez a te életedben, gondolkodási utadon, hogy viszonyul az eddigi könyveit, ez a 3 korábbi műhöz, és miért ezt a címet adtad neki? Mit jelent ez a cím, hogy egy kicsit kifejtenéd ennek a hátterét, tartalmát? Rény szeretettel köszöntök minden nézőt, hallgatót. Szia Gábor, téged is köszöntelek. Ugye a életemben, vagy mondjuk így a filozófiai tevékenységemben hát történt némi, két váltást is mondjuk mondanék. Az egyik az, hogy megjelent a filozófiai szövegek, a filozófiai gondolkodás mellett, olyan nagyjából 2012 tájékán egy ilyen szép irodalmi, mondjuk ambíció, tehát hogy elkezdtem ilyen rövid prózákat írni, és akkor ennek lett az eredménye két kötet, a 16-os, illetve a 19-es. Tehát ezek a könyvek, most az öt könyvem, mert akkor így lehetne felosztani, hogy először született még 2009-ben a disszertációmból egy Schelling könyv, akkor utána jött egy szép irodalmi kötet, utána egy filozófia, megint egy szép irodalmi kötet, megint egy filozófia, tehát kicsit ilyen sormintaszerű. Tehát ez az egyik, amelyik így befolyásolta, de igazából mindez, én azt gondolom, hogy talán abban a szempontból és érdekes lehet, hogy az, hogy nem túldimenzionálva itt az irodalmi alkotásnak a miben létét, de az, hogy elkezdtem ilyen jellegű szöveket írni, ez kezdett egy kicsit áthatni, vagy átszivárogni a filozófiai szövegekbe. Tehát valahogy elkezdett egy kicsit közeledni egymáshoz a két fajta. Kezdetben eléggé külön tartottam úgy a fejemben is ezt a két tevékenységet, de kezdett a kettő közeledni egymáshoz, és hát akár, hogyha esetleg szóba kerül ebben a kötetben, magam számára sem teljesen tudatosan, de egy utolagos hát reflexióban azért kiderült, hogy némely szöveg bizonyos értelemben egy filozófiai novellaként is olvasható akár, ahogy kiváló kollégánk Fóricz László egyszer fölhívta rá tulajdonképpen erre a figyelmet. Tehát az egyik dolog, hogy itt egy olyan 8-9 éve lett egy ilyen új tevékenységem, mondjuk így. A másik, ami, mert az érinti a kérdésre, hogy ezek a szövegek hogy születtek, olyan nagyjából 2015 tájékán, 2014-15 tájékán volt bennem egy ilyen tulajdonképpen váltás, egy ilyen tematikus és kicsit módszertani váltás filozófiai szempontból, mert az azt megelőző évek, majdnem az, hogy évtizedek, hát elég erőteljes a görög mitológia, görög kultúra, filozófia, de főképpen a mitológia jegyében teltek. Ugye ennek mondjuk könyvszerű lecsapódással ez a mitosz filozófiája, de ekkor valahogy úgy éreztem, hogy egy kicsit úgy ezt lezárnám, ezt a korszakot. Tehát olyan 14-15 körül, hogy én szeretnék más felé gondolkodni, más felé nyitni, és az nem az én idézőjel a szakterületem lenne, a Schelling vagy éppen Nietzsche, és ugye nem is a görögök, hanem valami
bizonyos értelemben új, noha nem teljesen új, és így találtam meg, vagy így közeledtem jobban a fenomenológiai hát beszédmód vagy látásmód felé. Úgyhogy ez a kötet, ami most jön meg decemberben, ez tulajdonképpen ennek az öt, nagyjából 15-től 20-ig, tehát ennek az öt évnek az eredménye, vagy a termése. Tehát ezek nem egyszerre, ez nem egy egyszerre született könyv, hanem ugye 10 kísérletet tartalmaz, és nagyjából ezt az öt éves periódust fogja. Na most a másik kérdés az ugye a címre vonatkozott, hogy miért pont tragikus voyeur. Hát az első szöveg, mert időrendben első szöveg, tehát nem a kötetben az első időrendben, a harmadik többértelműsége, abban van egy pici részlet, tehát annak az alcíme, és az a tragikus voyeur. Maga az egy szituáció, az még egy picit kapcsolódik a görög hagyományhoz, Szofoklésznek az Aiász című tragédiában van egy egészen különös és számomra hát megrendítő jelenet, amikor a Pallas Athéné által űrülettel sújtott Aiász, ugye az egyik nagy akháj hős, aki, hát az egész drámától nem muszáj belemennünk, de aki hát nagyon gyűlöli, haragszik Odüsszeuszra, mert Achilleus fegyvereit neki ítélték, és nem neki. Szóval mindesetre ebben az űrületében ilyen állatokat kezd el kínozni. És azt hiszi, hogy azok az állatok, akiket ő kínoz, azok Odüsszeusz. Tehát ő úgy véli, hogy bosszút áll most végre az ő ellenségén Odüsszeuszon, de valójában szerencsétlen kosokat, bárányokat, vagy más állatokat kínoz. És Pallas Athéné, aki hát ezt az űrületet bocsájtotta Aiászra, az ő nagy pártfogoltját, Odüsszeuszt oda viszi, hogy tulajdonképpen egy ilyen leskelődő, kukkoló, kukucskálóként megleshesse Aiászt, az ő ellenségét, aki éppen azt hiszi, hogy őt kínozza, tudjuk Odüsszeusz, de valójában nem így történik. Tehát Odüsszeusz egy láthatatlan leskelődő, ha tetszik, egy voyeur, akinek hát kielégülhette a bosszúvágya ebben, hogy hát lám-lám, Aiász így tesz, de nem ez történik, hanem egészen megrendül Odüsszeusz ettől a látványtól, hogy ő belelát egy másik ember, még ha az az ellensége is őrületébe, és hát ott idézem is azokat a mondatokat, amiket ekkor mond. Tulajdonképpen arra döbben rá Odüsszeusz, hogy hát, hogy nem vagyunk mi semmi más, csak lenge árnyak, tulajdonképpen egy ilyen nagyon, nagyon törékeny, szinte a halottszerű létezők, a saját létének az esetlegességére és törékenységére döbben rá Odüsszeusz, tehát maga ez a voyeurség, ez a leskelődése, ez számára egy tragikus, vagy mondjuk azt inkább, hogy egy megrendítő szituációt, és nem egyszerűen egy pervez bosszúvágya. Tehát maga a cím az tulajdonképpen ebből a jelenetből, vagy ennek az elemzéséből származik. Nyilván egy picit utalok arra, hogy a többi szöveg is megpróbál ellesni, kilesni olyan szituációkat az életünkből, amikben nem az ellesés vagy a kilesés eltárgyasító hatalma dominál, hanem inkább a megrendültség, amit mondjuk adott esetben ez bennem okozott. Tehát valahogy egy picit általánosítanám, és ennyiben némiképpen ezt a nézőpontot, vagy részben ezt a nézőpontot tettem, véltem magamévá tenni a kötet egészében. Ez ebből a harmadik kísérletet nem tett témából mondani, és jelenti az egyiknek az átfogóimét. Lehet, hogy most nekik visszhangzunk egy kicsit, én lehet, hogy visszhangzom nálad, Dénes, hogyha kérdés erejéig esetleg, amit most fölteszek, igen, ez a némítás megjelenik, majd valószínűleg vissza fog állni a szép rendje a hangnak és a képnek menet közben. Tehát, hogy ez kiterjed az egész könyvedre, mind a 10 témára, ez a megrendült, szemlélődő, leskelődő attitűd,
de nekem ez a könyved olvastán úgy tűnt, minthogyha, és ezt most egy pillanat erejéig említetted is, hogy ebben tulajdonképpen magadat lesed meg. Tehát az életeseményeidnek, az életélményeidnek, emlékeidnek, gyerekkori emlékeknek, felnőttkori tapasztalt jelenségeknek a saját reflexiódban történő meglesése, a rád gyakorolt hatásaikban való meglesése és megfigyelése az, amit zajlik. Tehát egy mély önmagaddal folytatott reflexió, beszélgetés, megfigyelés sorozat ez. Ebből a szempontból egyszerre tekinthető fenomenológiának, tehát a feltűnő jelenségek megfigyelésének és bemutatásának, ugyanakkor bizonyos kontemplatív, önreflexív, filozófiai, vagy akár mondhatni vallási tradíciók, módszertanát is tükrözi, amikor a reflexiónak a tárgya az tulajdonképpen a legmélyebb értelemben felsejlő önmagam. És ennek a széthullása, széttöredezése, vagy újra összeállása pillanatról pillanatra, hogy ebben a megértésben és megkérdőjeleződésben, ennek a táncában, vagy ennek a ritmusában ez a folyamat zajlik. Tehát valóban te magad vagy-e ennek a műnek így módon egyszerre az alanya és a tárgya is? Ez érdekes, hogy így megfogalmaztad, mert ezt talán így magamnak talán nem mégsem voltam minden reflexióval együtt annyira távol saját magamtól, hogy ezt erre így ráláttam volna. Mondjuk azt, hogy amilyen fenoménák, amilyen jelenségeket itt megpróbáltam valahogy, ha nem is megragadni, mert pont nem megragadhatóak, inkább csak felmutathatóak az élet, a halál, a gyász, a sírás, a mosoly és mások. Hát nyilvánvalóan ezekhez saját tapasztalat is szükségeltetett. Tehát nem adódnak ezek a jelenségek, csak alapvetően a saját tapasztalatban, tehát ezt ha nem valamilyen előreadott vallási, filozófiai, tudományos tudás mentén vizsgáljuk, hanem tényleg a tapasztalás szintjén, akkor ez azért saját magunkba kell nézni. Hogy aztán ez a befele, hát mondjuk leskelődés, vagy befele tekintés, illetve a kifele tekintés, ez hogyan tudott ötvöződni, hogy ez mennyire termékeny, vagy más számára ez pontosan mit jelent, azt nyilvánvalóan nem egészen tudom. Próbáltam a tapasztalatokat, ugye mégis egy filozófiai munkáról van szó, próbáltam valahogy a tapasztalatokat egy olyasfajta térbe kihelyezni, hogy ahhoz mások is hozzá kapcsolódjanak. Tehát magyarán szólva, hogy ne csak egy szubjektív líra legyen belőle, hanem mondjuk egy, szabad ilyeneket mondani, hanem egy fenomenológiai líra, vagy egy lírai fenomenológia, tehát amelyben azért ott van a logosz, ott van az, ami más számára is tapasztalható, illetve más számára is megragadható. De tény is való, hogy kísérleteztem, ez is kísérletek ezek, mondjuk nem hagyományos módszerekkel, például mondjuk a narratív struktúrával, az elbeszéléssel. Nem minden szövegben, de mondjuk az elsőben, a Hinta poétikában, illetve az utolsóban, aminek 10x10 a címe, és részben a városról szóló Felhők és szilánkok című szövegben, ebben vannak ilyen tulajdonképpen történet elbeszélő, alapvetően saját élmények elbeszélési szövése, tehát történetben elbeszélt filozófia. Ez bennem is egy kérdés, hogy ez tulajdonképpen hogy működik, vagy működik-e. Mondjuk azt, hogy az izgatott engem ebbe az egészben, hogy vajon vannak-e olyan gondolatok, ha tetszik, olyan igazságok, amik csak úgy tudnak megjelenni, vagy kibontakozni, hogy egy történetben szövöm. Tehát amiből nem sajtolható ki, vagy nem nyerhető ki egy történetmentes elmélet. Tehát amit nem tudnék felmutatni, csak úgy, hogyha beillesztem egy folyamatba. És azt gondolom, hogy itt erről van szó. Tehát, hogy ezek nem egy esztétikai salangok, vagy egy ilyen irodalmi cifrázása egyszerűen a filozófiai igazságnak, hanem az igazi otthona. Legalábbis ezt gondolom, vagy ebben bizonyos értelemben hiszek.
És akkor ennek van egy másik vonatkozása, és ez is szerintem kapcsolódik ahhoz, amit te kérdeztél, hogy ez egy nagyon, nagyon furcsa tapasztalat, akár a fizikai haladás, vagy a fizikai útonlevés, akár amire te utaltál, vagy amit veled beszélgetve elhangzott a múlt héten, a világnak egy folytonos áramlása, változásra. De most a változásnak, vagy a dinamikának egy harmadik alakjára utalnék, az pedig az élettörténetbeli változás, haladás, hogy ebben megtapasztalni bizonyos jelenségeket, és ebben a változásában felmutatni. Tehát valahogy úgy megmutatni valamit, hogy az nem egy, tehát itt a fenomén, azt is mondhatnám, hogy egy fenomén folyamat van. De nem csak a maga absztrakt mi voltában, hogy hát áramlanak a jelenségek, és egy folytonosan tapasztalható valóságot tudunk feltárni, hanem egy bizonyos jelenségek, én azt gondolom, hogy csak ebben az élettörténeti kibomlásban mutathatók föl, egyébként szinte semmit mondóak. Tehát egy úton levésben, megpróbáltam menet közben, és én nekem ehhez mennem kellett közben, nem a szó fizikai, hanem élettörténetbeli értelemben, menet közben végig gondolni, és menet közben megmutatni. Aztán vagy sikerült, vagy nem. Igen, ennek a... Ismét vélem egy kis visszahozás. Ennek a narratív történet és filozófia kibomlásnak úgy tűnik, hogy nélkülözhetetlen eleme az élet lezajlásán kívül az erre adott válasz, vagy az erről folytatott reflexió, a gondolatiság, a fogalmak felmerülése, megszületése, menet közben, ahogy mondod. Tehát nem választható el a megéléstől a fogalomképződés, vagy a fogalomképződéstől a megélés. Fogalomképződés az egyfajta megélés, és a megélésben egyúttal fogalomképződés is lezajlik. Tehát egy ilyen önmesélő, vagy önkibontakoztató párhuzamosság az élettörténés eseménysorozata és ennek a fogalmi vagy reflexív megértése között. És azt mondod erre, hogy ez egyfajta új filozófiai kísérlet, hogy maga a narratíva válik általánosabb érvényű filozófiai eszmélődésé, amiből nem nyerhető ki az abstraktum, amiben az abstrakt, az maga a élettörténet, az életesemény sorozat konkrétságában érhető tetten, abba beleágyazódva születik meg. Én azt kérdezném még, Dénes, ezzel kapcsolatban, hogy láttál-e, vagy látsz ennek a fajta megközelítésnek, módszertannak, megfogalmazásmódnak, megélésmódnak is akár valamiféle előképét olyan szerzőknél, akár filozófusoknál, akár íróknál, akikhez te vagy kapcsolódsz, vagy nem kapcsolódsz, csak tudsz róla, hogy vannak ennek előképei. Nem azért, mintha az előkép az akár igazolná ezt a módszert, akár nem, vagy akár többé tenni azt, hogy ezt most te műveled, hanem hogy ha találsz ilyen előképeket, mi az, amiben mondjuk ezektől valamilyen módon mégiscsak eltérsz. Most beszélhetnék a Proustról akár, vagy beszélhetnék Földényi Lászlónak a melankóliájáról, hogy ezekhez te hogy viszonyultál, mint műfaji előképekhez, ezekhez. Volt-e bármilyen kapcsolódásod, vagy ez egy teljesen független, és minden ilyenfajta történeti előképről történő leválás is egyúttal? Hát igen, érdekes kérdéseket feszeget. Ha röviden válaszolnék, akkor azt mondom, hogy nem biztos, hogy ezt teljesen tudom. Hogyha bővebben válaszolok rá, akkor azt mondanám, hogy egyfelől vannak ugye a filozófia történetének olyan fontos figurái, mint mondjuk Szent Ágoston, vagy éppen maga Descartes, akik a személyes élettörténetük
bizonyos esetben a személyes élettörténetük elbeszélésébe szövik bele a maguk gondolati fejlődését, vagy legalábbis alakulását. Nem, ez nem gondolom, hogy teljesen tudat, vagy éppen mondjuk Kierkegaard, akire azért történik hivatkozás többször a szövegben. Ezeket nem mondanám direktben fenomenológiai, bár mondjuk a Descartes ugye elég erőteljes ösztönzést ad nyilván mindenkinek, aki fenomenológiával foglalkozik. A kifejezetten fenomenológiai szövegekben meg lehetne keresni, hogy Sartre vagy Levinas vagy mások szövegeiben ez miképpen van. Nem volt egy ilyen előkép előttem, hanem ez némiképpen egy ilyen saját törekvés volt, hogy ezt megpróbálom fölmutatni. Azért azt hozzátenném, hogy nem mindegyik szöveg ilyen. Tehát én valahogy ketté bontanám ebben a reflexióban. Van egy másik módszer, még ha ez nem is volt feltétlenül mindig tudatos, ami inkább egy körüljárás. Tehát vagy van a narratív, az elbeszélés, ahol egy élettörténet van, vagy egy körüljárás történik. Tehát egy jelenséget, mondjuk a sírást, vagy éppen a mosolygást, mint hogyha egy ilyen koncentrikus körökben próbálnám körüljárni, és ezekben a körüljárásokban, hát itt is járásról van szó, de nem az én élettörténetbeli eseményeimről, hanem a gondolat, amiképpen körüljárja, úgy mutat föl valamit, de azt is felmutatja, valahogy megmutatja a jelenséget, vagy érzékelhetőbbé teszi, de mint ha felmutatnának a megragadhatatlanságát. Tehát én nem gondolom, hogy valami végleges igazságot kimondtam volna ezekről a jelenségekről, hogy itt egyszer s mindenkora megragadtam volna, de talán ezekben a körüljárásokban egy teljesen hétköznapi jelenségekről talán valami olyasmi is ki tudott mondódni, vagy megmutatódni, ami nem evidens. Mert hát azért ez megvolt bennem talán érthető törekvés, hogy valami olyasmit mondjak, vagy láttassak, ami noha kézenfekvő, de mintha mégsem jelent volna meg, vagy nem jelent volna meg nagyon erőteljesen hát azon irodalmi, vagy filozófiai hagyományban, ami számomra ismerős. Tehát ennyiben azt mondanám, hogy akkor ez egy kettős módszerről van szó, részint az elbeszélő, részint pedig ez az inkább ez a, mint a lepkék a fényforrást így körbe repkedném. Tehát ez lenne. Van egy, ha még megengedsz egy hozzátétet, van egy másik része is ennek. Mind a narratív, mind ez a koncentrikus hát módszertani elv, és akár kapcsolni lehet azon szerzőkhöz, akit te meg én emlegettünk, valahogy azt is jelezné, hogy itt olyan, igen, talán itt tudnám megfogni, olyan jelenségekről van szó, olyan tapasztalatokról, amik többet adnak, mint amit előzetesen fogalmilag rólunk tudunk. Tehát túl visznek, nem egy előreadott keretbe illesztődnek bele, és találják meg a helyüket, hanem nagyon sokszor felbontják, szétrobbantják, vagy legalábbis elmozdítják, elcsúsztatják az előzetesen adott kereteket. Ezért időnként megpróbáltam új fogalmakat bevezetni, próbáltam azért mértéktartó lenni, tehát, hogy megmutatni akár csak azt a pillanatnyi, efemer, nagyon időleges konstellációt, vagy a létnek, a világnak egy arculatát, mondjuk, ami a gyászból, vagy a sírásból kibomlik, ami amúgy eltűnik, és visszasüllyed a megszokottba, de hogy mivel mégiscsak megmutatkozik, valamilyen, hát többé-kevésbé adekvát nyelven ezt megszólaltatni. Tehát ez engem nagyon izgat, vagy ez nagyon... Nagyon fontosnak tartom, hogyha a tapasztalásban valami olyasmi adódik, ami túlmutat azon, amit előzetesen tudunk, akkor engedni annak, hogy a tudásunk tehát ne váljon dogmává, hanem akár legalapvetőbb kategóriáinkat is, vagy alapvető tanításainkat is föl tudjuk, hát nem is adni, de mondjuk meg tudjuk változtatni.
Tehát ez az elmozdulás, ez is benne volt. Tehát ez is ez, ami vonzott sokszor, vagy az, ami úgy érdekelt, amikor valami alakul, és valahogy nem úgy van a világ, mint ahogyan azt esetleg előzetesen sejtjük, és ez tulajdonképpen nem baj, hanem akkor megmutatkozik a lépnek egy korábban emeltott arculata. Ilyen nagy szavakat mondjuk. Most ennek kapcsán megpróbálnék három kérdést összeszűrni egyben. Nem biztos, hogy sikerül. A fejemben megvan, de megpróbálom összeszűrni. Az egyik rétege a kérdésemnek az az lesz, hogy miért a kilépés? Miért ezek a jelenségek foglalkoztatnak filozófiailag, amelyek valahol szétfeszítik a hétköznapi normalitás, vagy hétköznapi adottságmező jelenségeit, amik felmutatnak valami olyan típusú töbletet, amire utaltál, hogy utána ezzel szembesülve esetleg végez, vissza is tudja gazdagítani a mindennapi banalitást, hogy így fogalmazza. A másik rétege ugyanennek a kérdésnek az az, hogy minden ilyen műfajt, tehát filozofálást folytató gondolkodónak azt szoktuk gondolni, hogy van valamilyen saját filozófiája, van valami személyes filozófiája. Aki valaha a filozófiára adta a fejét, hajlamos kialakítani egy saját filozófiát, és amikor mások szembesülnek azzal, hogy ő filozófus, vagy filozófiával foglalkozik, akkor az első kérdés, amit kap, az az, hogy és mi a te filozófiád? Tehát a személyességnek ez a kettősége, hogy egyfelől személyes az a mód, ahogyan megközelítetted a témákat ebben a kilépés metodikában, de ugyanakkor ebből adódik valami mélyebb személyes motiváltság, vagy inspiráltság, vagy réteg annak, hogy a te filozófiád milyen, és hogy ez miért ilyen. És a harmadik, hogy ugyanennek a harmadik rétege a számomra az, hogy mi így mondjuk így a buddhista főiskolán tanítva, a buddhista főiskola kontextusában valahogy természetesnek vesszük a kilépettségnek és a kilépésnek a mozzanatait és az ezekről folytatott reflexiót és ezeknek a visszaemelését a megértésünkbe és az életünkbe. Hogy ennek a mondjuk így tágabb társas kontextusa, amiben tanítasz, mint tanító, tanár, megnyilvánulsz a hallgatóiddal való viszonyrendszerben, a gondolkodással való viszonyrendszerben, mondjuk így a magyarországi buddhizmus, a buddhista főiskolai kontextus viszonyrendszerében, a magyarországi filozófiai szakma kontextus rendszerében. Ez a fajta kívülről rátekintés, vagy ezeknek a jelenségeknek, amelyek nem hétköznapiak, az értelmezése ebből a nézőpontból nézve is, hogy értelmeződik a számodra. Van-e itt valami fura áthallódás, áthallás ebben a három rétegben, amiről most itt beszélgetünk? Valami oda-vissza tükröződés ebben a három rétegben? Nem is tudom, jó kérdések. Ugye ideig azért a módszertan körül mozogtunk, vagy narratív, vagy ilyen körüljáró, meg mi az, ami megjelenik egy adott pillanatban, hogy próbáljuk megszólaltatni, vagy próbáltam megszólaltatni egy akár egy ilyen időleges, efemer világarculatot, vagy nem tudom, létarculatot, vagy hogy is nevezzem. De van ennek egy tematikus része. Ugye a fenomenológiai szemléletmód ahhoz mindenképpen hozzásegíthet, hogy az a filozófiai hagyomány, amit többé-kevésbé elsajátítunk, annak mindenféle tisztelete mellett a tapasztaláshoz és az élményekhez forduljunk. Tehát én itt alapvetően azért nem mások gondolatait szőtem tovább, hanem mondjuk inspirálódtam. Tehát sokszor úgy van, kiindulok valamiből, vagy valaki, Sartre, vagy Merleau-Ponty, Heidegger, Husserl, Kierkegaard, vagy nem is tudom kicsoda, mond valamit, valamiről, ami engem ott nagyon izgat, érdekel, de hogy ilyen értelemben ez már egy saját filozófia lenne, vagy egy saját gondolatmenetek, saját álláspontok,
tehát vagy nyilván egy párbeszéd a filozófia történettel, mert filozófia történet is egy beszélgetés, de azért egy kicsit úgy elengedni a kezüket, és inkább így szembefordulni velük. Tehát ez megvan, hogy ennyiben ez egy saját út. Hogy aztán ez mennyire egy kívülállás, vagy nem kívülállás, vagy nem biztos, hogy pontosan elértettem, ezen továbbra is lehetne töprengeni. Hát egyszerre, azt mondom, hogy egyszerre vagyunk benne a hagyományban, és egyszerre vagyunk kint. Tehát tehát én valahogy úgy képzelném el egy termékeny filozófiai pozíciót, hogy hát valamelyest ismerjük, vagy átlátjuk a filozófia történeti hagyományt, de hogy mégsem folyt meg. Tehát van azért a filozófálásnak egy olyan zsákutcája, vagy olyan veszélye, hogy meddővé válik, mert filozófia történeti, vagy filológiai okoskodásba torkolik. Ez nyilván lehet azért fontos, meg érdekes, de egy picit a meddőség veszélye itt fönnáll. Nyilvánvalóan van egy másik hát zsákutca, vagy egy másik veszély, az amikor nagyon esetleges, és nagyon légből kapott, vagy hasraütésszerű, hogy mit gondolunk valamiről. Tehát nem tudjuk valahogy behelyezni abba a kontextusba, vagy ebbe az összefüggésbe, amiben vagyunk. Tehát nem tudunk belépni a párbeszédbe. Hát megpróbáltam ezeket elkerülni, vagy valahogy ezeket adott esetben vegyíteni. Most nem tudom, minden kérdés, lehet, hogy nem minden kérdésre tudtam válaszolni, vagy nem minden kérdést tudtam kibontani, föltettél. Úgyhogy nyugodtan térjünk vissza rá, ha valami. De itt a tematika felől nézve sírás, gyász, halál. Ja, igen. Ugye, hogy ezek nem a hétköznap mondjuk így normál jelenségei, és ugye az első rétege a kérdésnek az, hogy miért ezek a témák? Miért ezek nem kednek ki? Igen, bocsánat. Hát ugye ez a fajta kívülállóság, hogy a normalitás, tehát a tapasztalás normalitásához képest felmerülő, de nagyon-nagyon szembeötlő jelenségek fenomenológiai leírása, megértése, belehelyezkedés ezekbe a jelenségekbe az, ami jellemez tartalmilag ebben a könyvben téged, hogy ez a fajta kilépés a normalitásból, mondjuk így, most nem tudom máshogy fogalmazni, ez a fajta kilépés a hétköznapi adottságból, a tapasztalás szintjén. Hogy jött, miért ez jött, és ez kapcsolódik-e valami mélyebb személyességhez, a személyesség síkjához, mint mondjuk filozófus, a személyes filozófia dimenziójához, amit most utána egyébként ki is fejtettél, arra az aspektusára a kérdésnek választottál, illetőleg akár a filozófiához való viszonyulás, mint filozófusi létmód kérdéséhez. Tehát miért ezeket a témákat dolgoztat fel? Én azt gondolom, hogy tehát ez egy tartalmi kérdés most, és aztán majd nyilván más kérdésekre is rá lehet térni. Én azt gondolom, hogy itt mind a kettőről szó van, illetve mind a kettő egy picit átgondolható. Ugye az egyik az, hogy valóban vannak ebben a könyvben ilyen hát nagy jelentőségű események, ami egy emberrel történhet, akár a halálra, a gyászra gondolva, akár mondjuk a gyermekével való együtt játszásra. Tehát akár nevezhetnénk ezt ilyen határhelyzetnek vagy másnak, ennyiben ezek és az ehhez hasonló események az minden ember életében egy felforgató és egy olyasmi, ami a saját léte hát értelmének újra gondolására készteti. Ugyanakkor másfelől meg nem tehát nem volt egy ilyen törekvésem, hogy most csak ilyen nagyon nagy eseményeket vegyünk szemügyre, hanem vannak ennél kicsit banálisabb, vagy közhelyesebb, vagy hétköznapibb kérdések,
akár ugyanúgy visszatérve tulajdonképpen a mosolygásra, vagy a városban hószálásra, vagy az autóvezetésre, vagy éppen másra. Tehát nem, bennem nem feltétlenül úgy vannak ezek, hogy itt most fontos és kevésbé fontos események, hanem egy kevésbé fontos jelenség is olyan lehet, ami valami nagy dolgot mutat meg, vagy amiből valami nagyon fontos kiderülhet. Tehát nem biztos, hogy előre el lehet dönteni, hogy mi az, ami egy megindító vagy megrendítő, tulajdonképpen a leghétköznapibb esemény, vagy egy legegyszerűbb dolog, akár egy tárgy is juttathat minket valamilyen fontos belátásra. És másfelől, megfordítva, valami nagyon, nagyon nagy szabású, vagy valami nagyon fontosnak tartott esemény mellett is lehet, hogy elmegyünk, mert éppen akkor nem feltétlenül vagyunk erre fogékonyak. Tehát itt, ha tematikusan nézzük, akkor én azt gondolom, hogy mind a kettő van, és nem is biztos mindig előre eldönthető, hogy melyik éppen hova sorolódik. Mondjuk ezt lehet mondani a jelenségek hétköznapi értelmezése felől, hogy valami adott esetben banálisnak, abszurdnak tűnik, valami meg súlyosnak és tragikusnak. Amit én érzékeltem mindeközben, hogy megvan ez a sokféleség és sokrétűség a tematikában, ez mégis egyfajta egységesség, hogy akár az abszurdnak, vagy banálisnak, vagy hétköznapinak tűnő jelenségeket vesszük, mint a hintázás, vagy az autóvezetés, vagy a városi mozgáséta, akár a gyász, a halálélmény tragikumát vesszük, a megértés, a megközelítés, a belehelyezkedés, a beletekintés ezekbe az eseményekbe a részedről, az minden leírásban, minden megragadásban hordoz valamiféle mélységet, hordoz valamiféle töbletet a hétköznapi banalitáshoz, vagy a hétköznapi tragikumhoz képest is. A hétköznapi tragikumhoz képest egy mélyebb megértést, megrendültséget, a hétköznapi banalitáshoz képest pedig valami valós értelmet, valami valós történést. Ebből a szempontból nem a tematika és a témák hordozzák az azonosságot és a hasonlóságot és a megközelítés különlegességét az esetekben, hanem az, ahogyan a megértés menet közben lezajlik. Ezt jól látom? Hát én örülök neki, hogyha így látod, mert nyilván az azt jelenti, hogy akkor valamelyest ez sikeredett. Bizonyos értem azt is mondhatnám, hogy ez egy ilyen, nem tudom, egy ilyen adomány, vagy tényleg egy történés, vagy esemény, hogy mikor fordítja a világ, vagy világnak valamelyik dolga egy olyan arcát felém, amiből lehet valamire jutni, vagy valamire következtetni. Tehát ennek van egy bizonyos értelemben egy uralhatatlan, sőt, én azt gondolom, hogy nem is uralandó része. Tehát nem kell mindig talán bebiztosítani magunkat a tekintetben, hogy mikor fognak nagy dolgok történni velünk, mikor fognak kis dolgok történni, hanem ezt valahogy rá lehet hagyatkozni a világ folyására, és akkor talán olyasmit is megtapasztalhatunk, amit amúgy nem. Azt én értem, hogy nem lehet talán az életünk minden pillanatában ezt a ráhagyatkozást megtenni, de azért időnként igen. Ugye, ami nekem érdekes volt ebben, az a bevonódás és a kívülállóság nagyon finom pulzálása. És kétoldali pulzálása. Tehát egyfelől a te magad saját életedbe történő bevonódása, hogy hogy éled végig reflexíve, retrospektíve és akár a gyerekkori élményeidet, hogy öltenek ezek új értelmet és jelentést ma, vagy hogy határozzák meg a mának a jelentésképződését, hogy hatnak, hogy vannak jelen akkor is, hogyha nincsenek tudatosítva a gyerekkori élmények. Itt van egyfajta bevonódás a te oldaladon, miközben van egyfajta kívülállóság is, hogy erre rá tudsz tekinteni. Tehát ez a voájőrség megjelenik nálad, mint saját élmény, hogy te magad vagy a saját életed voájőrje,
de ugyanakkor ezt létrehozod az olvasó oldalán is, tehát az olvasót is behonod, veled együtt jár, ott van veled a hintázáskor, ott van veled a városi sétán, az autóvezetéskor, a gyászélményben, miközben természetesen az elemzésnek a nyelvezete, a filozófiai reflexió volt, ami miatt nem úgy vonódik be, mint mondjuk egy regénynél, hogy teljes mértékben belesüpped, hanem a reflexivitásnak a kívülállósága megmarad. Tehát kettős játék a bevonódás kívülállóság, továbbá a te saját élményed és az olvasó élménye között. Tehát egy ilyen nagyon különleges összhatás jön ezzel létre nekem élményként. Hát ugye az, hogy az olvasóban ez megtörténik, hát én azt gondolom, hogy ez egy jó, meg ezt én ennek bizonyos értem azt mondom, hogy akár örülök is. Ugye hát ez most így jelzed, ez van egy ilyen visszajelzés, de ezt nyilván azért nem fogom mindig tudni. Bele van, hát mindenki, aki ugye ír, most ezt nem kell talán teljes mélységébe kibontani, de hát mindenki, aki ugye valamit ír, azért az megcéloz egy olvasót, tehát van egy beleértett olvasója a szövegnek, tehát valamiképpen úgy ír, hogy egyszerre megpróbálja ezt olvasni, de azért ez, hogy a tényleges húsvér olvasókban mi történik, ez nem mindig kiszámítható, de én mondjuk tulajdonképpen örülök, hogyha ez így van. Most visszatérve erre, hogy ez egy fontos kérdés, ez a bevonódás, illetve kilépés. Ha most ugye egyszerűen akarnám mondani, akkor azt mondanám, hogy úgy gondolom, hogy hát a filozófiához, csak úgy egyébként, mint mondjuk az irodalomhoz, vagy a művészethez, kell egy bizonyos kívülálló pozíció. Tehát kell rátekinteni kívülről a dolgokra. Egy kicsit hátrébb kell menni idézőjelbe, kell egy távolság, egy distancia, vagy a fókusznak, illetve a perspektívának a beállítása, hogy a hétköznapi élet megéléshez képest élesebben, jobban vagy többet lássuk. Tehát ez tulajdonképpen evidens. De hogy másfelől, meg ugye van a dolognak egy másik része is, hogy egy teljes kívülállásban, tehát hogyha ez megvalósulna, akkor igazából nem lenne mire rálátni, hiszen itt azért a saját élményekről van szó, tehát ha csak kívülről kukucskálnék, akkor nem lenne mondjuk az élményanyag, az a személyes tapasztalat, amit csak úgy lehet megszerezni, hogyha a világba bele vagyunk szövődve. Tehát itt mind a kettő szükségeltetik egy bennelét, egy a világgal, az élettel, az életvilágba való tevés, levés, annak minden egyszerű hétköznapi dolgával, és másfelől pedig időnként a kilépés, vagy a rálátás, valami fajta reflexió. Még egy picit tovább mennék. Mert ugye ez a reflexió, vagy ez a külső pozíció, ez azt gondolom, hogy noha nem egyedüli, de ennek fontos eszköze, vagy formája az a figyelem. A figyelem az ugye nagyon fontos, és hát nagyon nagy erény, ha egymást tudunk figyelni, meg hogyha oda tudunk figyelni a dolgokra. A figyelembe ugye egy picit lelassítódik a lét, vagy egy picit képkockákra bomlik, egy picit megállítódik. Tehát olyasmi dolgot lehet megpillantani, még ha nem is a fizikai szemünkkel, ami egyébként nem látható. Tehát ennyiben a figyelem nagyon sok minden új dolgot enged láttatni, mondom, a művészetekben, vagy a filozófiában ez fontos. Most ráadásul a figyelem, akár a Szent Ágostonnak az idő elemzéséhez kapcsolódunk, akár mondjuk bizonyos meditációs tapasztalatokhoz, hogy a figyelem az egyfajta jelenlétet kölcsönöz. Tehát a figyelem terében a figyelem végrehajtása, vagy figyelem megvalósítása, révén tulajdonképpen a saját magunk jelenlétét is átélhetjük, vagy megélhetjük, egy olyan koncentrált létezést, ami nem biztos, hogy mindig megvalósul ebbe a bizonyos hétköznapi beleszövetségben.
Ugyanakkor, és én azt gondolom, hogy itt ugrik egy kicsit a majom a vízbe, bármennyire is fontos a figyelem, ami összekapcsolódik ezzel a kívülléttel, én azt gondolom, hogy ezt nem szabad abszolutizálni. Tehát nem a, szerintem legalábbis, nem arról van szó, hogy én amikor kilépek az eseményekből, vagy amikor a figyelem terébe állítom, vagy amikor a teljes jelenlétet megtapasztalom, ezzel jutnék az abszolút igazság birtokába, hogy most végre látnám, hogy tulajdonképpen hogy vannak a dolgok. Szerintem ezt mondani, az nem egyszerűen túlzás, hanem egy bizonyos, de egy metafizikai előítélet. Még azt mondaná, hogy vannak valamilyen tulajdonképpeni mi volt a dolgoknak, lenne valami olyan végső igazság, amit hopp, most végre lelepleztünk. Én azt gondolom, hogy ezzel szemben a figyelem, vagy ez a pozíció, amiről beszéltünk, ez maga egy konstrukció, ez maga egy, vagy egy konstitúció, tehát a figyelemben egy megfigyelt létet fogok látni, a kívülről rátekintve egy kívülről rátekintett létet, ami nagyon izgalmas, színes, és tényleg tele van olyan, sok mindent lehet látni, amit amúgy nem, ugyanakkor bizonyos dolgok pedig elsikkadnak. Pont azáltal, hogy megfigyelem. A figyelem egy cselekvés, egy tulajdonképpen, ha tetszik, beavatkozása a világba, és nem csak egy fénypászma, ami megvilágítja azt, ami addig sötétben marad. Úgyhogy én azt gondolom, hogy le kell mondanunk arról a naív vagy illuzórikus hitről, hogy itt végre a maguk valójában látnak a dolgokat. Látunk valamit, megfigyelünk valamit, amit amúgy nem, és ehelyében pedig valamit elvesztünk. De ez egyáltalán nem baj. Tehát éppen ezért lesz a figyelem maga egy esemény, és nem valami, ami az eseményeken kívül áll. Ez maga az élettörténetemnek ugyanúgy egy eseménye, mint amikor a leghétköznapi dolgokat teszem. Na jó, lehet, hogy egy picit hosszúra nyújtottam, csak én azt gondolom, hogy itt a pozíció tisztázása érdekében ez talán érdemes volt. Sőt, nagyon is volt. Mert az a fajta dinamika, amit a külső-belső összejátszását említettem az előbb, ez azt jelenti, hogy nincs tisztán belső, és nincs tisztán külső. Nincs tisztán megfigyelő, és nincs tisztán abszolút és objektív értelemben vett megfigyelt. Hogy az egész együtt konstituálódik, és maga a megfigyelés, az élettörténeti esemény ezzel a komplex belső, külső, megfigyelt, megfigyelő, én, másik, egymásba ágyazódásával és dinamikájával konstituálódik. Ha jól értem, amit mondanál, és én is erre szerettem volna utalni, hogy ezt az élményt élem meg nem csak a filozófiai diskurzusban, hanem ahogyan erről beszélsz, ahogyan erről írsz, hanem a szerző és az olvasó viszonyában is. Tehát az olvasó is, és a szerző is, a gondolkodó és az mindezt megértő olvasó is együtt konstituálódik. Tehát te magad is, mint szerző, az én olvasói élményemben konstituálódsz, jössz létre. És valószínűleg te is, mint szerző, ezt éled meg, amikor írsz, és amikor tudod, hogy ezt olvasók fogják olvasni, és amikor ebből könyv lesz, hogy ők ebben az olvasás élményben veled együtt fognak egy tapasztalás, egy megértés eseményében részt venni, ebbe belekerülni. Tehát, hogy van ez az egymásba fonódottság. Nincs abszolút külső, nincs abszolút belső, nincs abszolút szerző, nincs abszolút olvasó, nincs abszolút tapasztaló és tapasztalt, hanem az egész együtt egymásba fonódottan születik. Igen, én ezzel abszolút egyetértek, és nagyon fontosnak is tartom. Tehát, amit tulajdonképpen az előbb a figyelem kapcsán próbáltam mondani, az bizonyos értelemben igaz a gondolkodás egyéb formáira, vagy igaz a beszélgetésre, például, hogy most itt beszélgetünk, és igaz az írásra is. Mármint, hogy az,
hogy nem egy önazonos tartalom csatornázódik át valami másik félnek. Tehát nem egy, a beszédben nem egyszerűen kimondódik egy gondolati tartalom, vagy a gondolatban nem egyszerűen igazi otthonára lel egy érzés, vagy egy élmény, hanem alakítódik. Hát amikor mondjuk veled beszélgetek, olyan dolgokat tudok mondani, amit nem tudnék mondani, hogyha nem veled beszélnék. Hiába gondolom végig egymagamban előre, maga a beszéd aktusában fog a gondolat bizonyos irányokat venni. Tehát átalakítja, beavatkozik, formálja, és ez egyáltalán nem baj. Tehát nem előbb gondolkodom, aztán beszélek, hanem a beszédben fogok gondolkodni, és ez tulajdonképpen nem egy fogyatkozás. És mindezt gondolom egy más formában igaz az írásra is. Tehát nem muszáj itt most nagyon belemenni a Derrida írásfordulatába, vagy a Maurice Blanchot, miket ír erről. Mindenféle érdekes dolgokat írtak. Most csak annyira korlátozódnék, hogy maga az írás megírása ezeknek, az szintén egy ilyen jellegű, hát bizonyos értelemben beavatkozás, vagy továbbformálás. Tehát nem egy megíratlan kész tartalom hát kerül megírásra, megy át a tollon, vagy mondjuk a billentyűzeten, hanem maga az írás közben fog ez a dolog tovább alakulni, és valami felé formálódni. Hova tovább azt mondanám, hogy maga az írás is egy élmény, egy esemény, ami beleíródik abba, amit megírtam. Most nem akarom ezt túl cifrázni, tehát megpróbáltam ott azban a hintázásos szövegben valahogy jelezni, hogy amikor én utólag végig gondolom, hogy mi is történt ott a játszótéren, és megpróbálom leírni, akkor érzem, hogy maga ez az élmény ott alakul, és a végén tényleg, ahogy te fogalmaztál, összeszövődik az emlékezés, az emlékezésre való emlékezés, ennek megírása azzal az idézőjelben eredeti élménnyel, ami ott a játszótéren történt, ami egyébként egy rég múltbeli több évtizedekkel ezelőtti élményeket hívott elő. Szóval meglehetősen ilyen bonyodalmas a dolog, de én azt gondolom, hogy így működünk, vagy így is működünk. Mondhatnánk akkor az, Dénes, hogy az írás az íródás, a teremtés az teremtődés, és minden egy ilyen önformálódás tulajdonképpen, vagy együtt formálódás. Hogy az a fajta agencia, az a fajta cselekvő, tudó, gondolkodó különállóság, egy tudat, vagy egy lélek, vagy egy absztrakt én, vagy bármilyen egyéb formában, az nem leválasztható, vagy nem tételezhető ilyen elkülönült módon, hiszen magában a folyamatban, magában a cselekvésben, magában a megélésben, az átélésben, az élettörténet kibontakozásában, ebben az egymásba fonódottságban születik és jön létre olyan módon, hogy a saját önmagasága is ennek az alakulásnak az eszköze vagy terepe, nem pedig egy mögöttes létező, ami ezt kívülről szemlélné vagy figyelni. Én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy itt inkább egy ilyen alakulás van, és összeszövődöttség, ha tetszik, egy ilyen kiasztikus rendeződés, ha már Loppontit megidéztük. Noha, természetesen én azt gondolom, hogy időnként igyekszünk valamilyen módon mégiscsak ezt az agenciát, ezt az uralmat megvalósítani. Tehát ez is nagyon emberi, túlontúl emberi, úgymond, hogy megpróbálunk noha én azt gondolom, hogy van ebbe, mondom, egy uralhatatlan, de ez az uralomra törő, akár önuralomra, ugye, azt is pontos, az önmagunkon való uralkodás is tulajdonképpen az uralom, és bizonyos értelemben egy ilyen paramilitális nyelvet használ, tehát ez is nagyon emberi.
mondjuk mi most például itt beszélgetünk, akkor nyilván az, amiről beszélgetünk, legalábbis itt együtt megpróbáljuk megérteni. Tehát azt gondoljuk, hogy valami belátásra jutunk, tehát bizonyos értelme kívül vagyunk rajta, és megképződik mondjuk egy önmegértés, vagy a másik megértése ebben a beszélgetésben. Tehát azért törekszünk erre, vagy legalábbis én törekszem erre, csak utólag mindig kiderül, hogy hoppá, amikor most éppen meg akartuk ragadni, akkor valami azért kicsúszott a kezünk közül. Valami képződött egy olyan többletértelem, mondjuk ebbe a beszélgetésbe, amit maga ez a beszélgetés viszont nem tud már megfogni, hanem esetleg egy másik beszélgetés tudna, amelyik erre reflektál. Tehát ennek a belátása szerintem fontos, és nem, ez nem egy lehervasztó, vagy nem egy probléma, hanem azt mondanám, hogy ez egy felszabadító. Nem kell mindent ilyen értelemben befogni, megragadni, hanem inkább időnként csak hát valahogyan ezeken a hullámokon utazni. Metaforát használják. Mennyiben tekinthető ez, Dénes, így talán érintettük is ezt korábban a beszélgetésben, egyfajta saját filozófiának abban az értelemben, hogy magad, te magad filozófusként, gondolkodóként ebben a folyamatban jössz létre, és válsz saját magaddá, válsz azzá, amit írsz, azzá, amit mondasz, azzá, amit gondolsz, elkülöníthetetlenül mindattól, amit gondolkodó, cselekvő lényként ebben a önmagára reflexív, értelmező viszonyban teremtesz. Úgyhogy tekinthető ez egyfajta élő eleven teremtődő filozófiának, vagy személyességnek? Hát én azt gondolom, hogy igen. Tehát egyrészt itt egy csomó minden, ahogy azt talán már megemlítettem, egy csomó minden dologgal kapcsolatban próbáltam azt kifejteni, amit én erről gondolok, és ez a többi filozófust egy pár beszédet folytatva, de nem mondjuk feltétlenül hát őket elemezve jutottam el. Tehát ennyiben ennek van egy ilyen saját oldala, és annyiban is van saját oldala, amit most feszegetsz, hogy hát itt azért a saját magam élete, saját tapasztalatokról is van szó, tehát a saját magam megíródása. Tehát, ha nem is egy ilyen nagyon közvetlen, mert nem direktben egy életrajzi szöveg, de hát a saját tapasztalatokra vonatkozik, ennyiben megíródtam, vagy végiggondolódtam én magam is, vagy talán ennek segítségével mondjuk az olvasó is talán eljuthat valamihez. Tehát azt mondanám, hogy mondjuk amit, mit tudom, Heidegger a sajátá tevő eseményről mond, az Ereignisről, az benne van talán ebben is, hogy vannak olyan események, amelyek nem megesnek velem, hanem amelynek révén válok én valamivé, tehát amik többek, mint én vagyok, hiszen ezek hoznak engem létre. Vagy akár mondhatnám a Jean-Luc Marion-t, aki a telített fenoménekről beszél, olyan, illetve arról, hogy bizonyos események vagy élmények, mint egy adományoznak, nem csak adnak, hanem az adásban adományoznak létet vagy értelmet számomra. Tehát nem egyszer megélek valamit, vagy fölmerül egy jelenség, és azt én befogom, vagy valamilyen kategóriákba illesztem, hanem ezek a általa telített fenoménnek nevezett fenomének tulajdonképpen átírják, átváltoztatják a gondolkodásomat is, én magamat is. Tehát többek annál, mint amit én tudhatok róla, és ez nem baj, vagy ez nem egy kiküszöbölendő. Úgyhogy a sajátot azt így érteném, hogy igen, egy alakulóba lévő saját, és kettős értelemben alakulóba lévő saját.
És akkor még egy picit, ha megengedsz, egy visszavonatkozást az előbbi, tehát a figyelem, a beszéd, az írás, ez a téma, az kívülállás benne lét. Tulajdonképpen valahogy ehhez kapcsolnám én az iróniát is. Ugye az iróniának is megvan Szókratész, meg a romantika, meg Kierkegaard, meg sok mindenki másnál. Megvannak a maga teoretikusai. Most csak annyiban kapcsolódnék ide, hogy néha próbáltam a szövegbe jelezni, hogy az, ami ott így kimondódik, ami nagyon saját meggyőződés, álláspont, azt egy következő, egy másik mozzanatban lehet akár egy görbetűkörbe megpillantani, végig lehet gondolni, meg lehet élni annak az ellenkezőjét. Tehát amikor nagyon-nagyon komolyan vesszük magunkat, akkor néha kell egy ilyen ironikus távolságtartás, vagy akár egy játék ezzel a bizonyos szubjektivitással, vagy nézőponttal, hogy ne rögzüljön, ne merevedjen be. Tehát én itt ezt az iróniát nem gúnyolódásnak, hanem egy pozitív ellazításnak gondolnám. Igen, abból, amit mondasz, következik, hogyha ez egy ilyen folyamatos egybefonódottság és önalakítás, önteremtődés, akár gondolatilag, akár életesemények formájában, akár az egész létezés kibontakozása formájában, akkor egy picikét sem, tehát mondhatnánk az is, hogy semmi sem tud olyan végleges és abszolút formát ölteni, hogy belemerevedhetne egy végső kijelentésbe, vagy egy végső igazságba, vagy egy végső állításba. És ilyen módon meg lehet ezt fordítani, és azt is lehet mondani, hogy azok a gondolatok, vagy azok a nézőpontok, vagy azok a megfogalmazások, amelyek ezt erre törekednek, vagy ezt állítják, vagy állították valaha az emberi gondolkodás történetében, tehát akik valamiféle abszolút érvényűségre törekedtek, hogy azok sem voltak azok a maguk abszolút érvényűségre törekvésükben. Azok is átmenetiek voltak, azok is lokálisak voltak, pillanatnyiak voltak, valósak voltak, történések voltak, igazságélmények voltak, de nem állítható, hogy azok bekebeleznék és totalizálnák a valóság egészét, és végső kijelentésekként örök érvényűek lennének és fenntarthatóak lennének, amihez minden másnak igazodnia kellene. Tehát ebből következik egyfajta nagyon mély értelmű relativizmus. Most, de nem abban az értelemben, hogy ne lenne a dolgoknak téke, jelentősége, jelen valósága, hanem abban az értelemben, hogy nem abszolutizálhatóak. Igen, hát ebből meg úgy is lehetne fogalmazni, hogy hát ez bizonyos értelemben a szabadságról szól, mint az egész filozófia a szabadságról szól, annak persze a terhével is, tehát a lehetőségeivel is, a terhével, vagy annak a öntörvényadásával, hogy mondjuk Kant autonómia fogalmára utalnék. Igen, igen, tehát a filozófiában ugye visszatérnek a klasszikus témák, öröknek hitt válaszok kérdőjeleződnek meg, miközben az nagyon fontos, hogy a filozófia története adott pontján akár valaki megfogalmazott, ki tudott mondani egy olyan igazságot, ami igazság később lehet, hogy viszonylagossá válik, de pont azért tud viszonylagossá válni, azért tud tovább élni, mert hogy az a gondolkodó kimondta, akár úgy is, hogy ő véglegesnek hitte. Tehát megvan a szerepe ilyen értelemben. Most nem feltétlenül egy ilyen hegeli filozófiát vagy szellemtörténetet vázolnék föl, mert nem gondolom, hogy én eljutottam volna egy ilyen abszolút öntudat álláspontjára, mint amit ő esetleg vindikál a filozófiának, de ez a mozgás, ez benne van. Hogyha valaki úgy meg ilyen szempontból megnézi ezt a könyvet, akkor látja, hogy nagyon-nagyon ritkán kritizálok benne filozófusokat. Tehát én nem, valahogy fölmutatódik abban, hogy én a könyvben, hogy milyen típusú filozófiát kedvelek, de kevéssé mutatódik fel az, hogy milyen típusú nem kedvelek. Tehát alapvetően nem kritikának, szóval nem erre helyeztem a hangsúlyt, hogy én most másokat bíráljak, hanem inkább azt, hogy megmutatni azt, hogy szerintem mi az, ami jó pofa, meg izgalmas, meg elvisz valamerre.
Tehát ennyiben most itt ilyen abszolút igazságról, meg nem abszolútról beszélünk, nyilván ezt is ebbe bele lehet venni, kevéssé szeretem, igen, mondjuk a nagyon dogmatikus, vagy nagyon az olyasfajta tanításokat, amelyek bemerevednek, és valami egyszer mindenkorra akarnak igazat lenni, tehát uralni akarnak valamit. Ja, közben még azt is mondanám így, akik hallgatnak, néznek bennünket, hogy ez a fajta önreflexív szerénység, ami most így megfogalmazódott a Dénes mondandójában, az végig követi a könyvben leírtakat is, és igazából számomra ez adja a valódi hitelességét és mélységét és relevanciáját mindannak, amiről most is beszélgettünk, meg ami a könyvben is megfogalmazódik, csak azoknak, akik később kapcsolódtak be, tehát erről a könyvről beszélgettünk, Schreiner Dénes legutóbb megjelent művéről, Tragikus Hoájú a filozófiai kísérletek címmel, a mai alkalommal, és én azt is el kell, hogy mondjam, hogy ez a mai beszélgetés, és egy korábbi beszélgetésünk Dénessel, ahol egy picit én fogalmaztam meg valamiféle felfogást, elképzelést a világról, az most bennem egy mélyebb szinten kapcsolódott össze, tehát az a fajta összefonódottság, amit a múlt alkalommal tudatlanul, és a mai alkalommal egy másik beszélgetésben egy picit szintén tudatlanul megéltünk, az számomra, és azt köszönöm is neked most, Dénes, egy mélyebb megértésben és összefonódottságban és gondolati, mintázati hasonlóságban, együtt gondolkodásban nyilvánult meg öltött testet, és ezt most köszönöm neked is ennek a beszélgetésnek, és egyúttal inspirációt is ad most nekem arra, hogy ezt folytassuk. Tehát veled így együtt, meg tovább a többiekkel is a főiskolánkon és a magyar gondolati közéletben, vagy akár a nemzetköziben, mert ezek a nézőpontok, ezek a megközelítések, gondolom, hogy értékesek, fontosak, és így írjuk tovább saját filozófiánk, életünk történetét. Köszönöm neked, hogy ezt ebben a műben megtetted, és hogy ezt folytatod most is, a beszélgetésünkben, és ezután is a tanításban, az írásban, az élet megélésében és végigélésében. Ehhez kívánok tényleg további sok gondolatot, önreflexiót, erőt, és kíváncsi vagyok, hogy ezt, ahogy látod, ezt az összefonódottságot így a beszélgetésünk végén. Hát igen, egyrészt jól estek a szavaid, meg örülök neki, hogy így van. Nyilván ez kölcsönös is, tehát azért minden olyan beszélgetés, ami úgy szól valamiről, az szerintem sokat ad, és egy kicsit most akár a karantén, akár a nem karantén, de hogy ezek az események, ezek az alkalmak úgy kicsit kiesnek az életünkből, hogy ritkán tudunk ilyenre sort keríteni, de ez mondjuk számomra így azért fontos. Tehát nem azt mondom, hogy egyáltalán nem, de fontos. Úgyhogy én magam is, tehát amiket most itt el tudtam mondani, azt például többek között azért tudtam elmondani, mert előtte lefolytattuk egy beszélgetést, vagy előtte meg egy másról beszélgetést, tehát ezek így abszolút egybe fonódnak. És hát külön jó, amit említettél, akár így lezárásképpen a tanítás, mert az ebből a szempontból nagyon fontos. Tehát itt a tanítás, a filozófia, oktatás teljes mélységében mondjuk nem feltétlenül muszáj belemennünk, de az biztos, hogy egy állandó kihívást jelent, egy állandó tesztet, egy állandó bizonyosan a kitettséget mások tekintetének, véleményének, és hát valahogy egy kicsit úgy jó esetben frissen is tart, vagy nem engedi meg azt, hogy túlságosan mondjuk belemerevedjünk valamilyen vélt vagy valós tudás sziklaszirátságába. Úgyhogy köszönöm szépen. És köszönöm, Dénes. Köszönöm a beszélgetésünket, és a nézőknek, a hallgatóknak azt, hogy ezt végigkövették, és folytatjuk ezt az előadássorozatot, mindegyik elérhető most a YouTube csatornánkon, visszanézhető, és
remélhetőleg a tavasz folyamán további témákkal, beszélgetésekkel fogjuk mindezt folytatni, amelyekről szintén hírt adunk majd a megfelelő csatornákon. Köszönöm a jelenlétet, a egybefonódást mindenkinek, aki ezt végig követte és végignézte, végig hallgatta velünk. Viszontlátásra! Én is köszönöm a türelmet és a figyelmet. Szia, Gábor!